Szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves nézőközönségünket és hallgatóságunkat itt a Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában. Kedves vendégeim, ma a stúdióban Tálas Norbert Mihály csatlakozott hozzám, aki másodéves hallgatóként jött el ide a stúdióba, a teológián tanul az Adventus Egyetemen, és akivel érdekes tapasztalatokat fogunk megosztani, főleg ő, a misszió területéről. A mai adásunk címe Misszióban Afrikában. Köszöntelek Norbit a stúdióban, örülök, hogy újból találkozhatunk, és a szolgálat témájában elmélyülhetünk a mai nap során. Köszönöm szépen a megkívást, és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket is, és hallgatókat. A szolgálat egy olyan téma, ami nagyon tág, és sokat lehetne beszélni róla, de ugyanakkor emiatt, hogy nagyon tág, különbözőféleképpen tudjuk megérteni mi, mint egyének emberek, annak függvényében, hogy olvassuk a Bibliát, vagy más könyveket erről a témáról, és én meg vagyok győződve, hogy sokunk van, akik egy keresztény életet élünk, és akik empatikusak vagyunk a környezetünkkel, vágyunk szolgálni az Úrnak, szolgálni embereknek, és ez a vágy az bennünk él, de néha nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. És a mai adás arra hivatott el, hogy adjon ötleteket a szolgálat területéről, adjon ötleteket arra, hogy hogyan, miként, milyen lépések következtében tudjuk elérni azt a vágyat, tudjuk megvalósítani azt a vágyat, hogy szolgáljunk az Úrnak és embereknek. A mai adás keretein belül egy érdekes és különleges tapasztalatot fogsz megosztani, ugyebár hol missziosztál te? Tanzániába. Tanzániába, Afrikába. Igen. És gondolom, hogy nagyon jó lesz feleleveníteni azokat az emlékeket. Mikor is voltál ott? Hát 2019-ben, úgyhogy már több mint 3 év eltelt, de még azért, ha visszagondolok, úgy frissen élnek az emlékek. És képeket is fogunk megosztani ebből a tapasztalatból, és erről az útról, amit te megtettél egész odáig, ahogyan ott töltötted, és aztán majd hazafele, ahogyan eltelt, és milyen érzések követtek téged ezen az útvonalon. Viszont még nem mennék olyan előre, hogy erről a tapasztalatról beszélgessünk, mert szeretném, ha a szolgálat témáját elővennénk egy picit a polcról, lefújnánk róla a port, és beszélgetnénk róla. Ugyebár ahhoz, hogy megtaláljuk, vagy legalább lássuk, hogy milyen lehetőségeink vannak a szolgálat terén, jó lenne, hogy beszélgessünk arról, hogy az Úr a szolgálaton belül milyen elhivatásokat tud adni nekünk. Hogyan tudnál erre a kérdésre válaszolni? Hogy tapasztaltad te meg, és mit értettél meg a Bibliából ebben a kérdésben? Ha megnyitjuk a Bibliánkat, rengeteg példát találunk, hogy milyen szolgálatok vannak, és egy pár szöveget fel is szeretném, hogy olvassunk, például Jakab apostol is nagyon szépen magyarázza, hogy mi az igazi, úgymond szolgálat, vagy Isten tiszteletnek is mondható. Tehát Jakab apostolnak a levelének, az első fejezetének a 27. verse a következőket mondja. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az önnyomorúságokban, és szeplő nélkül megtartani magát a világtól. Tehát itt is írja, hogy meglátogatni az árvákat, az özvegyeket. Akkor, hogyha tovább megyünk, például példabeszédekhez, hogy vegyünk egy ószövetségi példát is, a példabeszédek könyvének a 11. fejezetének a 25. verse is nagyon sokat mond, azt mondja itten, hogy a mással jót tevő ember megkövéredik, és aki más felüdít, maga is üdül. Tehát azzal, hogy mi szolgálunk másoknak, nem feltétlenül csak azoknak a személyeknek teszünk jót, hanem saját magunk is fel tudunk üdülni azáltal, hogy látjuk a boldogságot. Meg ott van a Timóteushoz írt levél, ugyancsak visszatérek az Új Szövetséghez. Timóteushoz írt levélnek a 6. fejezetének a 18. és 19. versei a következőket mondják.
Ez mondjuk az a cím alatt van, hogy parancsa a gazdagoknak, de aki nem feltétlenül muszáj nagyon gazdag legyen, hogy ezeket megtegyed. Azt mondja, hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók közdök. Kincset gyűjtén maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerik az örök életet. Tehát láthatjuk, hogy azáltal, hogy jót teszünk, hogy szolgálunk, ezek nem földi, nem csak itt a földön lesz örömünk, hanem majd egy jutalmunk is lesz, hogy olvastuk, hogy elnyerik az örök életet, és mire vágyik, gondolom minden ember erre vágyik, hogy tényleg, hogy örök életet elnyerje, és milyen jó, hogy egy szolgálat terén is el tudod ezt érni. Vagy eszembe jött Jézusnak a szavai, amit megtalálunk például Máté evangéliumának a 20. fejezetében, ez egy hosszabb rész, itt több példázat van, de van egy hosszabb történet az utolsó időről, az utolsó ítéletről, és itt is megérthetjük, hogy mennyire fontos a szolgálat. Fel is olvasnám, mert szerintem nagyon tanulságos bizonyára, gondolom sokan ismerjük, de jó felelemíteni, mert lehet, hogy nem is fogjuk fel, hogy tényleg mennyire fontos, hogy lehet, hogy felfigyeljünk bizonyos személyekre, vagy hogy jót tegyünk. Lehet, hogy nem érezzük ennek a fontosságát. De azt mondja itten ez a Jézus általi példázat, hogy mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtednek mind a népek, és elválasztja őket egymástól. Miként a pásztor elválasztja a jókat és a jókat a kecskéktől, és a jókat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. És akkor ezt mondja a király jobb keze felől állóknak. Ijertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjúztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttettek hozzám. Akkor felelnek majd neki az igazak mondván. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és fogadtunk volna, hogy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nekik. Bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtetek egyel az én legkisebb atyáim fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzze, amely az ördögöknek és az angyalainak készítetett, mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem. Beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd neki mondván. Uram, mikor láttunk, hogy éheztél, vagy szomjaztál, vagy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked? Akkor felel majd nekik mondván. Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel eme legkisebb közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, és az igazak pedig az örök életre. Tehát muszáj volt ezt a hosszabb részt is felolvassam, mert itt rengeteg olyan dolgot említ Jézus, ami egy szolgálat, az, hogy valaki éhezik és ennivalót adjál neki, vagy szomjazik és adjál neki innivalót, vagy látod, hogy jön a tél és ruha nélkül van, és adsz neki egy ruhát, hogy ne fagyjon meg mondjuk a hidegben, vagy mírja a foglyokat, hogy látogatni elmész a börtönbe, meglátogatsz valakit. Itt mindegyik példát, ami lehet szolgálat, szerintem megemlíti Jézus. Uh-huh. Hát igen, mindenképp lehetünk egy csatornák, akik... Mondtad azt, hogy a gazdagságra utalva, hogy ha gazdagabbak vagyunk, és az igeversből utalva, akkor adhatunk másoknak. Viszont ahogy hozzáfűzted te is, hogy nem muszáj méreg gazdagok legyünk, ha már egy kicsivel többünk van, mint a másiknak, akinek nincs, már akkor gazdagabbaknak számíthatunk a másikhoz képest, és adhatunk neki, megoszhatjuk vele a
bármilyen javunkat, amink van, és a másiknak nincs. Igen, ehhez még hozzátenném, tehát amit olvastam a Máté 25. fejezetében, nem mondja, hogy csak a gazdagokat kéri uh-huh. számon. Tehát ez az utolsó ítélet mindenkihez szól. Tehát igen. Nem nincs kiemelve, vagy csak a gazdagok. Vagy igen. Csak arra gondoltam, hogy, hogy néha középkategória, vagy uh-huh. átlagkategória emberekként gondolunk arra, hogy a másiknak több van, miért adjak én, adjon ő. Mert nekem úgyis szükségem van egy autóra, egy mosógépre, mert nekem sincs, és akkor én is arra gyűjtöm a pénzem. De a másiknak nincsen egy ruhája. Nekem viszont van. Lehet két kabátom is, és ahogy mondtad, felöltözthethetünk egy szegény embert, aki anélkül a kabát nélkül lehet, hogy megfagyna. És így gondolom azt, hogy csatornák vagyunk, mert hogy valamit kapunk az Úrtól, egy elhivatást, és ha azt felhasználjuk, akkor tudunk adni az embereknek azt, amire szükségük van. És mindenki a saját elhivatása szerint, és talentumai szerint, ahogyan van a Bibliában a példázat is, tudunk valamit tenni az emberekért. Viszont előfordul az, hogy sok ötletünk van. Már a Bibliából, ahogy olvastuk, közösen rájöhetünk arra, hogy vannak éhezők, és adhatunk nekik enni. Vannak olyanok, akik fáznak, és kellene ruhájuk legyen a téli időszakra nézve. Vannak árvák, akiknek nincs édesanyjuk, nincs édesapjuk. Szükségük lenne valakire, aki tanácsolja őket, útba irányítsa őket, nevelje őket. De mindezt hogyan? Tehát néha nem tudjuk, hogy mi lehetne az első lépés, amit megtegyünk. És ez lenne az én kérdésem is, hogy mi lenne az első lépés, amikor a hivatásunkat szeretnénk megtalálni. Lehet, hogy megvan a vágy, de nem tudjuk, hogy mi még a saját hivatásunk. Igen, szerintem a legelső lépés az, hogy imába forduljunk Istenhez, és kérjük, hogy mutassa meg, mert én hiszem, hogy mindenkinek már eddig élete során is sok lehetősége volt, hogy segítsen, vagy jót tegyen. Tehát elsősorban szerintem, hogy imádkozni, hogy tényleg, hogy meglássad. És nem föltétlenül arra kell gondoljunk, hogy lehet, hogy épp mi is szegények vagyunk, és nincs lehetőségünk. De ha imádkozunk, az Úr mindig kirendeli. Én nem hallottam olyan szemét, aki akart volna segíteni, és az Úr nem gondoskodott volna, hogy tényleg tudjon segíteni. Tehát ez hihetetlen, hogyha kérjük, akkor a jó atya, még hogyha úgy tűnik, hogy lehetetlen is, akkor is tud segíteni, hogy mi jót tegyünk. És hiszem, hogy ez az első lépés, hogy imában hozzáforduljunk, és utána figyelmesek legyünk, hogy hol lehetnénk egy hasznos hát hogyan lehetünk hasznosak Isten szemében. Szerintem ilyenkor a Szentlélek is vezet minket. Így van, így csak ki kell nyissuk a szemeinket, a füleinket, érzékenyek kell legyünk a társadalmunkra nézve, és olyankor már egy-kettő adódik egy alkalommal, ha csak az utcán is sétálunk, észrevehetünk embereket, akiknek szükségük van segítségre. Egy néninek átmenni az utcán, egy valakinek, aki éhezik, vehetünk egy kiflit, vagy egy pohár meleg teát, vagy bármit, amire szüksége lehet. Krisztus mit vall, vagy milyen példát mutat mindezekben? Azért már elolvastunk egy ige szakaszt, ami róla szólt, de van ennél több is? Hát több, lehet, hogy vannak olyan részletek, amikre épp pont nem tértünk le, de nem hiszem, hogy ezek közül van olyan, amivel ne tudnánk találkozni. Bárhol vagy ezen a földön, találsz árvákat, találsz özvegyeket, találsz olyat, aki éhezik, találsz olyat, aki lehet, hogy fogságba került. Most lehet, hogy nem épp minden helyiségben van egy börtön, de van egy, lehet a nagyvárosban, és oda el lehetne menni, hogy meglátogatni azokat a személyeket, akik valamit rosszat tettek, nem hiába kerültek be, de hogyha megtudják, hogy van egy remény, hogy az amit tettek, megbocsáthatik, akkor hiszem, hogy öröm. Nekem majd később szerintem rá fogok térni, hogy volt nekem is tapasztalatom, hogy látni, hogy mennyire megbánták azt, amit tettek, és
akár még meg is könnyezték, mikor meghallották a jó hírt. Uh-huh. Tehát rengeteg lehetőségünk lehet, hogyha ha figyelmesek vagyunk, és Jézus tényleg látjuk, hogy mivel töltötte a legtöbb idejét. Persze prédikált is, és mondott példázatokat, de legtöbbet segített az embereken, gyógyított, hol tudott, csak segítség volt, és nem hiába adta ezt a példát. Uh-huh. Az emberek között volt, és igen, nagyon komolyan vette az elhivatását, a szolgálatát, tudta, hogy miért hivatott ő el erre a földre, hogy mi az, ami tennie kell az emberiségért, és ezt nagyon komolyan vette, és komolyan élte meg. És nagyon szép Jézus Krisztus példázatában, életében az, hogy mennyire ember közeli volt, viszont egyrészt megvoltak a határai is, viszont látszik rajta, hogy szerette az embereket. És ez nagyon szép. Valamikor az a gondolat jut eszembe, hogy mikor hidegek vagyunk az emberekhez, mondjuk egy hajléktalanhoz, olyan, mintha embertelenek lennénk. Ha nem látnánk, hogy a másik is egy pont ugyanolyan ember, mint én saját magam, és ha fázik, akkor azért fázik, mert nincs hol ellennie, és nincs ki segítsen rajta, és én, aki észreveszem, és nem segítek rajta, fájdalmas. Tehát egyrészt olyan nagyon érdekes ez a gondolat. De Jézus észrevette ezeket az embereket, és nem undorodott tőlük, nem félt tőlük, nem, tehát komolyan vette a szolgálatát, és ez nagyon szép. Hogyha még konkrétabban vizsgáljuk a szolgálat témáját, és ha egy picit úgy áttérünk a missziós területekre, akkor milyen missziós területeket identifikálhatunk? Tehát milyen lehetőségeink lehetnek? Milyen missziós területek léteznek? Igen, ezt megpróbálhatnám a saját szavaimmal is, de elhoztam az Üzenet az Ifjúság című könyvet, mert itt pont egy ilyen fejezet van, ami erről szól. Az a címe az alfejezetnek, akik minden vízveli vetnek. Tehát majd megláthatjuk, hogy rengeteg terület van. Azt mondja itten a Ellen G. White, hogy az Úr felszólítja a népét, hogy vállaljon misszió munkát a különböző területeken, és vessen minden vizek mellett. Mi azonban csak egy kis töredékét végezzük szomszédaink és barátaink körében annak a munkának, amelyet Isten elvár tőlünk. A szegények, betegek és elhagyatottak irántalmisított szívélyességgel befolyásol gyakoroltunk rájuk, mert ezáltal utat találunk szívükhöz a mennyei igazság. A szolgálat ilyen alkalmait sohasem szabad kihasználhatatlanul elmulasztani, hiszen éppen a legnagyobb értékű missziómunka, amelyet végezhetünk, az igazság részvételi, szeretetteljes bemutatásra házról-házra járva valóban a legtökéletesebb összhangban van Krisztus utasításaival, amelyekkel tanítványit látta el, amikor az első missziómunkájukat küldte el. Tehát láthatjuk, hogy mire hív Isten arra, hogy tényleg észrevegyük azokat, akik szegények, akik betegek. Lehet, hogy pont a szomszédunk van ilyen helyzetben, és nem hiszem, hogy nem okozna neki örömöt, hogy meglátogassuk, mm-hmm. vagy lehet, hogy olyan beteg, hogy nem tud kimozdulni a házból, és elmenjünk és bevásároljunk neki, vagy hogy volt a korona időszak, és be voltunk zárva. Nem hiszem, hogy volt olyan időszemély, aki lehet, hogy félt, hogy kimozduljon a házból, hogy nem örült annak, hogy valaki elment és bevásárolt neki. Tehát rengeteg olyan szolgálati terület van, ami közvetlen a területünkben van. Nem kell elmenjünk úgy olyan messze, mint ahogy én elmentem, hanem közvetlen a mi házunk körül is találtunk területeket. És persze vannak olyan területek, ahol van szükség, hogy távolabb is elmenni, mert az is szükséges, de hogyha nincs lehetőségünk rá, meg lehet, hogy időnk se, akkor legalább ott, ahol vagyunk, ott használjuk ki ezt a területet. Mert hogy olvastam, hogy tehát ezt elvárja, úgymond, és ennek örül Isten, hogyha ezt megtesszük. Visszaemlékszem a korona időszakára,
volt egy külön platform, amin lehetett jelentkezni, mint önkéntes, és egy idős bácsit vagy nénit kapcsoltak hozzád, akinek az igényei alapján te elmehettél, bevásárolhattál, és elvihetted neki az élelmiszereket, vagy bármilyen cikket, amire szüksége volt a boltból, és úgy, ahogy mondtad, nem kellett elmenni messze, vannak barátaim, akik ebbe belekapcsolódtak, és nagyon jól érezték magukat, hogy segíteni tudtak azoknak az idős embereknek. Ha jól emlékszem, a könyv konkrét missziós területeket is megemlít. Meg tudnánk nézni, hogy milyen területeket ajánl, vagy hogy mondjam, ad ötletként. Már csak azért is, hogyha talán kedvet kaphatunk a könyv kiolvasására ebben a tekintetben, hogyha fiatalok is nézik a beszélgetésünket, követik, de úgy adhat ötleteket, hogy milyen missziós területek léteznek. Igen, tehát van egy olyan fejezet, amelynek az a címe, hogy a szolgálat, és itt nem találhatunk különböző szolgálatokat, amit lehet, hogy mi is alkalmazhatunk. Az első például az éneklés adománya. Lehet, hogy olyan személy vagyunk, akinek jó, ha nagyon szép hangot adott, akkor használjuk ki, és tényleg olyan énekeket énekeljünk, ami Isten dicsőítő, és közelebb viheti az embereket, hogy, hogy tényleg megismerik azt, akiről énekelünk. Ezt tehettük például most, hogy így ötletelek a közben, ahogy majd fel fogod olvasni a területeket, akár a karácsonyi időszak alatt énekelhettünk különböző kántákat, akik Jézus Krisztusról szólnak, és megszületéséről, a kereszténységről, vagy bizonyos koncerteken vehetünk részt, hogyha annyira magabiztosak vagyunk, vagy akár a környezetünkben, a barátaink között énekelhetünk keresztény énekeket. Igen, és vannak ezek, ahogy említetted, a karácsonyt, ahogy volt. Tehát ezek olyan lehetőségek, amikor az emberek nyitottabbak, és érzékenyek erre a témára. Igen, hogy jobban befogadóbbak. A második terület az az egészségügyi missziómunka. Vannak, akik asszisztensit végeznek, van, akik orvosit. Szükség van, hogy tényleg, hogyha lehetőséged van, jó, a kórházban is teszed, de lehet, hogy elmész valahol máshova, és ott is segíthetsz az egészségügy területén. De azt is hozzáfűzném, hogy mi saját magunk sokszor azzal a kihívással élünk, hogy későn fekszünk, rendszertelenül eszünk, nem pihenünk megfelelően, ugyebár jönnek ezek a zsúfolt időszakok, karácsony előtt is felkészülés, stb. Az egész életünk egy zsúfolt, egy ilyen mókuskerék, és ezekről is vannak egészségügyi alapelvek, amiket megoszthatunk, és nem kell ehhez egy diploma az egészségügy terén, hanem elég, hogyha utána olvasunk, tanulmányozunk, és ha megoszthatjuk a barátainkkal, ha adhatunk nekik egy jó tanácsot, már ez is egy szolgálat, mert a Biblia is úgymond promoválja ezeket az egészségügyi alapelveket, és szó van a pihenésről, a test épségéről, hogy milyen fontos, hogy a test az épp maradjon, mert ezáltal, az egészségünk által tudunk majd jól szolgálni az Úrnak. Igen, ez is fontos, és ami még eszembe jutott, tehát aki az egészségügyben dolgozik, az mennyivel jobb, ha egy beteg bekerül a kórházban, és kedves az, aki fogadja, aki az asszisztensnő, aki ott van és rendezi, vagy az orvos nem mit tudom, hogy durvában szól hozzád, hanem úgy szép és kedvesen szólal meg, az már egy jó bizonyságot tud tenni úgy benned, mint hogyha te vagy az, aki vagy az orvos, vagy az asszisztens abban a betegben. Vagy, most bocsánat, hogy megszakítalak, de még eszembe jutott egy gondolat. Nemrégiben egy fesztivál keretein belül egy nagyon jó barátnőmmel találkozhattam, aki az orvosi egyetemet végezte el, és mondta, hogy annyira mély tapasztalat és kapcsolatot alakít ki, amikor imádkozni tud egy betegével. Tehát annak az embernek, aki lehet addig soha nem hitt Istenben, ateista volt, vagy ellökte magától ezt a gondolatot, hogy létezik egy Isten,
egy kapcsolatot alakít ki elsősorban az ima, az orvos és a páciensek között, és aztán majd a páciens és Isten között egy egyszerű ima. És milyen sok reményt tud adni egy embernek, egy beteg embernek. Igen, ez sokszor nem is értékeljük, hogy mennyire fontos ez, hogy tényleg, hogy van ez a lehetőség, hogy imádkozzunk egymásért. Igen. Lehet, hogy nem is gondoljuk a másik szeretne, hogy imádkozunk, de megkérdezed, hogy szeretne, hogy imádkozzak, érted? És azt mondja, hogy igen. És utána, csak annyit kell tegyünk. Igen. Ez az első, csak néha félünk, tehát beismerem, igen. Én is félek idegenekkel, csak úgy imádkozzunk együtt, de olyan gyönyörű tapasztalat, hogy nem lehet szavakba foglalni. Igen, amit ez szerintem kapcsolatú ez a terület pont ehhez az imához, tehát azt mondja, hogy mindenkinek megvan a maga helye. Tehát lehet, hogy nem, és hiszem, hogy nem véletlenül vagyunk ott, ahol vagyunk, és igen. Akkor lehet csak a szomszédaink között, vagy a barátaink között, mert lehet, hogy vannak olyan barátaink, akik nem keresztények, és hogyha ők lássák, hogy nekünk van egy szoros kapcsolatunk Istennel, akkor lehet, hogy ők is vágynak arra, hogy lássák, hogy miért van az, hogy te, vagy mi annyira hiszünk, ragaszkodunk. Egy magasabb rendű lényhez, az ők szemükben egy magasabb rendű lényhez. Igen. Itt, amit megemlít még a szombatiskola, ez is lehet egy terület. Ez gyülekezeten belül. Gyülekezeten belül, igen. És máskülönben hozzáfűzném azt, hogy egy nagyon jó lehetőség a fiataloknak fejlődni, mert sok teendő van a szombatiskola keretein belül. Levezetni egy ilyen alkalmat, megszervezni egy ilyen alkalmat, ami olyan készségeket tanít meg valakinek, amit az élet bármelyik területén fel lehet használni. Így van. Egy másik terület, bibliaórák tartása. Tehát azt mondja, mennyben született eszme, tehát már a mennyben úgymond el volt ez, meg volt tervezve, hogy tényleg, hogy tartsunk olyan órákat, amikor magyarázzuk az ígét, és lehet, hogy vagyis biztos vagyok, hogy ismertünk olyan személyeket, akik azt mondják, hogy hát a Bibliát nehéz megérteni. De hogyha elmagyarázzuk, hogy tényleg hogy kapcsolódik egyik Biblia vers a másikhoz, akkor nem nehéz annyira megérteni, mert a Biblia saját magát magyarázza. Csak lehet, hogy egy személy magára úgy nehezen érti meg, de hogyha kicsit segítünk, akkor egyből tisztában lássa a képet, és látja, hogy tényleg ez kapcsolódik ahhoz, és van egy értelme, és így elindulhat egy tényleg egy út a megtérés felé. Egy második terület az iratterjesztés. Tehát sokszor egy könyv megváltoztathatja az emberek életét, főleg a Biblia. Tehát ha tudjuk, hogy valakinek nincsen egy Bibliája otthon, akkor ajándékozzunk oda egy Bibliát, mert felfoghatatlan kincs a Biblia, és tényleg ajánljuk az embereknek, hogy olvassák, mert nem csak nekünk hasznos, nekik is hasznos tud lenni. Itt megosztanék egy elég, hát számomra megdöbbentő gondolat volt, amit hallottam. Egy matematikus osztotta meg egy fesztivál keretein belül, hogy ő fiatalként ateista volt, viszont egy adott ponton az életében keresztényé vált. De addig, ameddig egy hetednapi adventista szemét meg nem ismert, és el nem mondta neki az illető, hogy Jézus Krisztus vissza fog térni, addig ő nem is tudott erről az eseményről. Tehát milyen fontos, hogy megosszunk gondolatokat a Bibliából, és bibliákat, iratokat, könyveket osszunk meg az emberekkel. Lehet nyitott lesz rá, és megváltoztatjuk az életét annak az embernek, úgy, ahogy mondtad te is. Lehet, hogy nem. Ez is benne van a pakliban. De hogyha nem próbáljuk meg, akkor nincs honnan tudjuk, hogy hatással lehetünk a Szentlélek indítatása által valakire, vagy nem. Igen, egy másik terület, ami kapcsolódik ehhez, hát a tanítás. Tehát, hogy tényleg, hogy tanítóvá váljál, és tanítsad az embereket, hogy most mi az, amit Isten elvár tőlünk. Mert lehet, hogy ahogy említetted, hogy vannak olyan személyek, akik nem hallottak egy bizonyos dologról, nem is, lehet, hogy nem is hallottak magáról, jó, lehet, hogy hallottak magáról Jézusról, de nem hallották, hogy mit tett értünk, hogy meghalt értünk, az életét adta, hogy nekünk örök életünk lehessen, tehát
ilyen lényeges dolgokat, ha nem tud az ember, akkor lehet, hogy hajlamos élni egy olyan életet, hogy saját magát magasztalja fel, és saját magát gondolja a legfontosabbnak. De amikor látja, hogy mekkora áldozatot tett Jézus, akkor lehet elgondolkozik, hogy tényleg érdemes neki szolgálni. Igen. Egy másik terület a vállalkozások. Sok olyan személy van, aki tényleg sikeres a vállalkozásokban. És milyen jó bizonyság, hallottam olyan történeteket, hogy a maga a főnök keresztény volt, és nagyon jó példát mutatott. Elhívta például az alkalmazatot a gyülekezetbe. És ebből kifolyólag aztán meg is tért az a személy. És most ő végzi, nem olyan rég a múlt hónapban volt egy meghívott, és aki ennek kapcsán tért meg, Mónikára gondolok. És vannak ilyen példák, akik fel sem lehet, mi épp egy üzletet vezetünk, vagy egy különböző vállalkozásban vagyunk, és fel se fogjuk, hogy mennyire fontos a mi példánk. Azáltal, hogy mi hogy viselkedünk azokkal a személyekkel, akikért felelünk. Igen, kedvesek vagyunk velük, igen, tisztességesek vagyunk abban a munkában, amit végzünk, abban az ügy, munka területen, a pénzügyekben, tehát keresztényies elvek szerint folytatjuk a tevékenységüket egy vállalaton belül, és ugyanakkor a viselkedés mintánk is a Bibliához illik, ami a viselkedésünket illeti más emberekkel, alkalmazottakkal, vagy bizniszpartnerekkel szemben. Igen, még megemlít két hivatást, az orvosi munkát, meg a lelkészi hivatást. Ezeket az ember válaszza, hogy most ő szeretne orvosként szolgálni, vagy éppen lelkészként. Ez egy nagyobb döntés. Igen, egy nagyobb döntés. Igen, és egy-egy életre kell szóljon, szerintem. Úgyhogy ezek is olyan területek, amit szerintem nem is kell magyarázni, hogy mekkora területet fed le azáltal, egy orvos hány beteget találkozik naponta több beteggel, hát egy hét, egy hónap alatt, egy év alatt. Tehát rengeteg terület és lehetőség akadhat, mint egy orvos, de úgy, mint egy lelkész, lelkészként is nagyon sok emberrel találkozol. Akkor, amit megvan említve, még a külmisszió, ez is egy nagyon fontos, majd erről fogok valószínűleg többet említeni, és a legutolsó sorban, amit még megemlít, az a gyermekek szolgálata. Ez az egyik szerintem legfontosabb, mert mindazok, akik tényleg kaptak egy olyan neveltetést gyerekként, hogy Isten mellett kitartsanak, azok általában a felnőtt korban is kitartanak, mert az, amit gyerekkorban megtanulsz, az mindig eszedbe fog jutni. Igen, igen. Visszagondolva még arra, és visszacsatolva arra, amit mondtál, hogy az orvosok milyen sok emberrel találkoznak, azok az emberek betegek fizikailag valamilyen szempontból, de lelkileg is meg vagyok győződve, hogy vannak küzdelmei, kihívásaik, akár a betegségeikkel szemben, akár a kapcsolataikra nézve, és ha megnyílnak és beszélnek erről, már csak amikor egy banális hüléstől szenvedünk, akkor is mennyire elvárjuk, hogy babusgassanak, szeretgessenek, egy csésze teát, forró teát hozon valaki nekünk, és vigyázzon ránk. Hát aztán, amikor valaki komolyabb betegségekkel küzd, olyankor mennyire jól esik, hogy valaki ne csak a betegségedet ápolja, hanem a lelkedet is. Igen, ezt még hozzáfűzném, hogy sok betegség lelki alapú, tehát a fejbe dől el, hogy lehet, hogy depresszióba esel, és annak kifolyólag testileg is előjönnek szenvedsz tünetek, igen, igen, amik lehet, hogyha megoldanád, vagyis biztos vagyok, hogy sok esetben megoldanád a lelki problémát, akkor eltűnne a testi probléma is, és sokszor nem fogjuk fel, hogy mennyire kapcsolatban van a kettő. Akár a stressz is egy ilyen téma, ami ide tartozik, mert egy érdekes előadást követtem a stresszről, és nagyon érdekes gondolat volt számomra benne az, hogy a stressz nem a fejben dől el, hanem a testünkön nyilvánul meg, amikor izzadunk, amikor kiráz a hideg, amikor görcsöl a gyomrunk, amikor reszketnek a kezeink.
amikor dobog a szívünk, és az a megnyilvánulása a stressznek, nem pedig az, hogy a fejünk, vagy nem pedig a fejünkben döntjük el, hogy stresszesek vagyunk, és ha már csak a stressznek ilyen kihatása van a testünkre nézve, akkor ne beszéljünk másról. Jó, ezek mind olyan missziós területek, amik ajánlva vannak, vagy hogy mondjam, előnkbe vannak téve, mint példák, amiket követhetünk. Ezek közül nem az összesre kell kötelezően el legyünk hívva. Lehet, hogy több területen lehet talentumunk, amit hasznosíthatunk, és több területben alkalmasak lehetünk a szolgálatra. De ezek javaslatok voltak, és ezek után megkérdezném tőled, hogy te milyen szolgálati területeken próbáltad ki magad? Most már így lassan áttérünk a személyes dolgokra is, és próbálok ilyen kérdéseket is feltenni neked. Hogy térjünk át az afrikai misszióra. Igen, igen, igen. Hát kezdeném elég távolról, tehát fiatal, már jó pár éve szerettem, úgymond az internetet is kihasználni misszió szempontból. Tehát egy pár kattintással el tudunk érni nagyon sok embert. Megosztunk lehet egy éneket, vagy egy prédikációt, vagy csak egy szimpla szöveget, vagy biblia szöveget, és már az egy misszió lehet. Úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek, hogy ez nem nagy dolog, hogy lehet egy pár érintés, és már meg is van osztva egy bizonyos szövegüzenet, ami másnak lehet, hogy tanulságára lehet, és a jobb ulásra vezetett. Ez is egy szolgálat lehet azáltal, hogy mi eljutassuk nekik azt az üzenetet, amihez lehet másképp nem jutnak el. A másik példa, ami így gyakorlati, úgy mindennapi, az a példánk. Azáltal, hogy mi milyenek vagyunk, az is egy nagy szolgálat, mert a példánk lehet sokszor fel sem fogjuk, hogy mennyire befolyással tudunk lenni az emberekre. Lehet, gondoljuk, hogy senki nem figyel fel ránk, hogy nem teszünk meg ezt, nem teszünk meg azt, nem megyünk el bizonyos helyekre, nem ottan, hol vagyunk, lehet kínálnak valamivel, nem fogadjuk el. Tehát lehet, hogy nem fogjuk fel, úgy gondoljuk, hogy úgymond cikinek gondolják ezt, hogy te valami vallás miatt, vagy valamilyen hit miatt nem teszel dolgokat. Elvek miatt, igen, igen, hogy lehet, te úgy gondolod, hogy ezt ők úgy veszik, hogy ez szégyen, úgymond. De én hiszem, hogy mindenki, hogyha jó példa, azzal elgondolkodtatja a másikat, hogy de, mert sokkal több az olyan példa, aki az ellenkezőjét teszi. Mikor lát valaki egy jó példát, szerintem nem, vagyis hogy valószínű, hogy elgondolkozik, lehet nem mindenki, de van olyan személy, hogy elgondolkozik, hogy ez a személy miért más, mint a többség. Akkor ami még eszembe jut, az, hogy amit végeztünk, főleg a koronavírus előtt, hogy gyermekotthonba mentünk el. Tehát hihetetlen örömöt fedeztem fel mindig a gyerekek arcán, mikor beléptünk a gyerekotthonba, jöttek, hogy öleljenek, mi is öleltük őket, vagy ha vittünk nekik gyümölcsöt, vagy valami, vagy volt, hogy ruhát, hogy mennyire örültek annak. Maga a törődések, hogyha nem vittünk semmit, akkor is örültek, csak annak, hogy velük töltöttük az időnket. Akkor a másik, ami eszembe jött, főleg a karácsonykor szoktuk gyakorolni, hogy elmegyünk idősök otthonába, és éneklünk ottan azoknak a személyeknek, akik már idősök, és bekerültek ezekbe az otthonokba, és sok olyan személy van, akit elhagytak a gyerekei, és már nem törődnek vele. Mennyire jó érzés egy ilyen személynek, ha mi egy jó szót szólunk hozzá. Sokszor tapasztaltam, amikor elmentünk Kolozsáron az egyik öreg otthonba, hogy milyen öröm volt az arcukon, amikor mi ott fiatalokként énekeltünk, vagy egy jó szót mondtunk nekik. Egy másik személy, ami még vagyis másik terület, ami eszembe jutott, ugyancsak karácsony körül szoktuk gyakorolni, hogy kórházakba elmenjünk énekelni. Lehet, van olyan beteg, aki vágyott volna, hogy a szeretet ünnepét úgymond otthon töltse a családjával, és nem adatott meg neki ez a lehetőség, mert be van
utalva a kórházba, és ott kell legyen. Mennyire öröm forrás lehet egy ilyen személy számára is az, hogy hall egy szép éneket, látja, hogy törődnek vele, úgymond. Úgyhogy ezekben a szolgálatokban is éreztem. Egy másik szolgálat pedig a börtön misszió. A fúvos zenekarral volt lehetőségem többször elmenni a börtönbe, és miközben játszottam a hangszeren a különböző zenedarabot, figyeltem a reakciókat, és sokszor fedeztem fel, hogy mennyire öröm tölti el az ilyen személyek szívét, akik mindenki más, lehet, hogy más dolgot tett, lehet szörnyűséget, de az, hogy hallja a szép dallamot, hall egy jó üzenetet, hallja, hogy létezik megbocsátás, egy igazi megbocsátás, hogy az ők bűneik a tenger mélyébe vethetetnek. Tehát ezek tehát reményt adhatnak mindenki életében. És hiszem, hogy mindenki vágyik a jó híret. És remélem, hogy mindannyian vágyunk erre, hogy bárhol lehetünk, ottan végezzünk egy szolgálatot, és jót tegyünk. És még azt hiszem, megemlíthetnéd a szombatiskolát is. Igen, igen. Ott is tanítottál sokszor, a vállalati szférában is forogtál valamilyen szinten. Szóval volt lehetőséged kipróbálni magadat különböző missziós területeken. Milyen érzésekkel töltöttek el ezek a területek? Mi a maga a tapasztalatok, amiket szereztél ezeken a területeken? Milyen tapasztalatokat gyűjtöttél össze az idők során? Ahogy az első kérdés során említettem a példabeszédek könyvéből, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül. Tehát azt tapasztaltam, hogy mindig, mikor egy hasonló szituációban voltam, én is boldog voltam. Nem csak az volt boldog, akivel jót tettem, hanem maga... Tehát én is éreztem. Igen, az én állapotom is egy olyan szintet ért el, ami örömérzetét érezhettem. És az, mikor látod, elmész egy árvaházba, és látod a gyerekek arcán azt, hogy mennyire vágyik a szeretetre, és te csak azzal kifejezed, hogy lehet csak megsimogatod, vagy adsz egy ölelést, már az az öröm leírhatatlan. Vagy, ahogy említettem az előbb, a börtönben, mikor látom, hogy lehet, hogy épp megkönnyezi azt az üzenetet, ez a hír olyan hatással van, az leírhatatlan ez az érzés, hogy milyen örömöt tud az okozni, hogy te lehet, hogy csak egy egyszerű az volt a szerepet, hogy egy csak elfújtál mondjuk a fonó zenekarba egy darabot. És mégis az a darab által elindíthatsz valamit másik ember szívében. De szerintem a legnagyobb tapasztalatom a tanzániai utazás volt. Ott is, tehát hihetetlen, hogy azok a gyerekek főleg érintettek meg, hogy éheznek. Nincsen lehet ruhájuk. És mennyire örömöt tud adni az, hogy volt, hogy ott dolgoztam, és látták, hogy következett az ebéd ideje. És úgy vágytak ők is enni valamit, és akkor odaadtam, csak meg kellett várjam, hogy egy kicsit kevesebb gyerek legyen, mert nem volt annyi ebéd, hogy tényleg, hogy mindenkinek az összesnek jusson. És úgy szakadt meg a szívem, hogy nincs annyi, hogy tényleg az összesnek adjak ennivalót. Úgyhogy ezek olyan dolgok, tehát ezek, mikor láttam, hogy odaadtam egy lehet csak egy kekszet adtam oda, és hogy milyen élvezettel és milyen jól esően ettem meg azt, vagy egy almát mondjuk. Tehát hihetetlen örömöt tud okozni az, hogy lehet, hogy nekünk úgy megszokott, hogy megeszünk egy kekszet, megeszünk egy almát, de másnak az egy ritka pillanat. Milyen gyerekekről van itt szó? Most már az adásunk vége fele vagyunk, egy olyan 5 perc maradt hátra, de így felvezetőként, akkor majd egy következő adásban folytatjuk a beszélgetésünket, viszont felvezetőként úgy el tudnád mondani, hogy milyen gyerekekről van szó? Igen, mi egy törzshöz mentünk, ők a maszájok, már a Speranza TV-n belül már lehetőség volt róluk hallani, és
én is köztük voltam. És a maszáj gyerekekről tudni lehet, hogy ők legtöbb gyerek pásztorként él. Tehát az a dolga, hogy elmenjen a kecskékkel, és ügyelje őket. Sok gyerek nem is jut lehetőséghez, hogy tanuljon, hogy iskolába járjon, és egy neveltetést, egy ilyen fajta neveltetésben részesüljön. És mondjuk én iskolákban voltam, azok már kiváltságosabb gyerekek, hogy lehetőségük volt, hogy segítséggel eljussanak az iskolába, bár olyan is van, hogy egy ideig jön a gyerek, és utána eltűnik, mert muszáj menjen az állatokkal, és nem jön. De mégis volt lehetőségem találkozni elég sok gyerekkel, és hihetetlen milyen örömöket lehetett látni az ő szemükben is. Tehát akkor te iskolákban dolgoztál, de mit dolgoztál? Hogy milyen lehetőségben volt részed ott? Igen, akkoriban még nem volt terve, hogy teológiát fogok tanulni, úgyhogy én építészetben dolgoztam. És mit kellett segítsél ott? Hát az iskolákat például felújítottuk, újra festettük a tantermeket, gyülekezeteket fejeztünk be, mert volt, hogy el voltak kezdve a gyülekezetek, és akkor azon is dolgoztunk, hogy legyen befejezve. Van, ahol például az iskola az gyülekezetként is szolgál, de van, ahol például nagyobb a hely, és akkor ottan volt építve külön iskola, egy nagyobb épület, ahol nagyon sok osztály tanulhat, és akkor ott van külön egy szálló is, az most épült meg, és még épülőben van, és külön egy gyülekezet hely is, ahova tudnak gyűlni az ottani emberek. Milyen feladatokat kellett vállaljál ott az építkezésben? Hát én főleg szobafestést, meg épületfestést végeztem. Azelőtt ebben szereztem tapasztalatot az életem során, amikor egyik nyáron az Informatika Egyetem közben kimentem Spanyolországban ebben a szakmában dolgozni, és ezt tett kellett, csak persze ott nem voltak ugyanazok az eszközök, amivel lehessen tenni, de remélem, hogy örültek az ottani személyek, hogy önkéntesen elmentem és segítettem nekik. Hát mindezekre bővebben akkor a következő adásunkban térünk ki, mert rengeteg kérdésem van, ami ezt a missziódat illeti, vagy ezt a missziós utat illeti, ami Afrikában, Tanzániában történt. Köszönöm, hogy lehetett ez a hosszú felvezető beszélgetésünk is a szolgálatról, az elhivatásról, mert bár nem így terveztük, hogy éppen ennyire hosszú legyen, szerintem fontos beszélni róla, mert sok kérdésünk lehet. Akkor is, hogyha olvassuk a Bibliát, nem mindig kapcsolódnak össze olyan gyorsan a gondolatok a fejünkben, és tudunk levonni következtetéseket akár ebben a témában, akár más témában, és ki tudja, lehet, hogy segítettünk valakinek ma. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, és várom izgatottan a következő beszélgetést, amikor tényleg részletekbe menően az afrikai missziós útról fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, eddig tartott a mai adásunk, amikor Tálas Norberttel a szolgálatról beszélgethettünk többet, a misszióról és az elhivatásról, de a következő adásban, hogyha velünk maradnak és követnek minket egy hét múlva is, akkor az afrikai misszióról fogunk beszélgetni részletesebben. Úgyhogy amennyiben tetszett a mai téma, és kíváncsiak Norbi tapasztalataira, arra, hogy mit fedezett ő ott fel, hogyan ismerte meg azokat az embereket, akik Tanzániában élnek, és arra is kíváncsiak, hogy milyen kulturális különbségeket tapasztalhatott a saját bőrén, akkor várom, hogy mi is újból találkozzunk önökkel. De mindaddig Isten áldását kívánom a nézőink és hallgatóink számára. A viszontlátásra!